Sípszó nélkül indul el a vonat a Balatonfűzfői állomásról. A fák zöldelnek, színes ruhás emberek sétálnak a sínek mellett. Nem korábbi felvételeket, hanem egy vasútmodellt mutatunk az északi partról. Dávid és testvére is ezt nézik ámulva. Itt! A fiatalember azt mutatja, hogy mindig az első vagon leghátsó székén szokott ülni. Azért, mert ott van egy ilyen kis ülés. Ülések nem csak a vasúti kocsikban, de a villamosokban is vannak, ezeket is bemutatják a tárlaton. Megszólalásig hasonlítanak az igaziakra, még abban is, hogy néha karamboloznak. Meg még mondok valamit. Na, mondj. Van a bérletem. Komolyan? Megmutatod, itt van nálad? Nincs. És hova szól az a bérlet? Vonat. A gyerekeknél csak az apukák és a nagypapák élvezik jobban a kiállítást. Csekő György 60-ból hozta el a makettjeit Győrbe. A szerszámokat sem hagyta otthon, ezzel a kefével tisztítja a mozdony kerekeit, ha pedig nagyobb a baj, szétszedi őket. Hát az elsőt azt emlékszek, mert a Jézuska hoztam, míg voltam, 12-3 éves szüleim lettek meg vele. Jó, tudták, hogy már van ilyen beütésem, és azóta ez a beütés megmaradt. Nem György az egyedüli, akit megfertőztek az aprócska mozdonyok. A modellezés több évtizede hódít Magyarországon. Örökké, bármilyen számítógép vezérelt lesz a világunk, mindig meg lesz az igény arra, hogy az ember viszont lásson egy olyan tájat, egy olyan részletet az életéből, ami mellett lehet minden nap elmegy, vagy nyaraláson látta. Ezt igazolja az is, hogy Győrben minden évben megrendezik a kiállítást. Átlagosan 3000-en nézik meg a modelleket egy hétvégén.